Március 22-én este 22 órára ment dolgozni éjszakás műszakban. Ez év március hónapjának 23. napjának hajnalában ebből a gyártási folyamatból én mintát vételeztem. A mintavétel, mint ahogy a képeken is látszik, úgy történik, hogy egy csapot megnyitok, az alatt pedig van egy gyűjtőtölcsér, amivel egy cső el van vezetve. Na most, ahogy ebbe a csőbe nem láttam, de volt egy dugulás, legalábbis valószínűsíthetőleg ez történt, volt valamiféle fizikai dugulás, amiben megállt a víz. És ahogy ez a víz savat kapott, ebből az elfolyó tölcsérből, illetve a csőből visszarobbant rám ez a túltöményített kénsav, és megmarta az arcomat, megmarta a bal alkaromat, illetve a bal lábamat. Ezt követően kijött a mentő, beszállítottak engem a szolnoki Hetényi Géza kórház sürgősségi osztályára, ahonnan néhány órával később az országos mentőszolgálat egy rohammentővel felszállított Budapestre a Honvéd kórház égési osztályára, ahol 3 hétig kezeltek, 2-szer megoperáltak és hazaengedtek. Mint elmondta, bár rajta volt minden kötelező védőfelszerelés, például az arcán egy lehajtható védőplexi is, de ezek sem mentették meg a szörnyű sérülésektől, akkor erővel zúdult rá a sav. A kórházban azokat az utasításokat kaptam, hogy a sérült részeket, úgy mint az arcomat, a bőr átültetett felületeket, semmilyen szín alatt nem érheti direkt napfény, így a házat sem tudom nagyjából elhagyni. Egy besötétített szobában töltöttem az egész nyarat. Amíg a családom például elment strandra. Most költöztünk ide Szolnokról, a kerti munkát édesapámnak egyedül kényszerül elvégeznie, hiszen nem mehetek ki a napfényre, illetve emberek közelébe sem tudok a kinézetem miatt menni, meg a napfényvédelem miatt sem. Azt is csak úgy tudom megoldani, hogyha be vagyok burkolva, hogy el akarom hagyni a házat. Maszkban. Az egykor szorgalmasan dolgozó és életvidám basszusgitáros most egy lesötétített szobában tölti napjait, mindenben a családja segítségére szorul. Nyílt sérülések is vannak az arcomon, illetve ez egy égő és egy erős húzódó érzés. Olyan, mint amikor az embernek begipszelik valamit, és érzi, hogy egy nagyon vastag, merev réteg van rajta, és ez folyamatosan minden irányba húzódik, illetve ég, fájó, égő fájdalmat érzek. Nem csak ezekben a nagy dolgokban, hanem itt az arcomnak, ezen a részén is, ezen a részén is. A balesettel kapcsolatban megkerestük a Jászlajkun Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányságot. Kérdésünkre Mári Ilona sajtó szóvivő arról tájékoztatott, hogy a nyomozás még zajlik az ügyben.